bűnös, társtettesként elkövetett emberölés büntettében. 13 év, 6 hónap fegyházra ítélte a kecskeméti törvényszék a Szilver ügy két vádlottját. Első fokon előre kitervelten, aljas indokból elkövetett emberölés büntette miatt. Az ítélet szerint a két vádlott egy 48 és egy 50 éves férfi rendfenntartóként, kidobóként dolgozott egy kecskeméti diszkóban, ahol 2000. október 1-én hajnalban ittas állapotban megjelent az ügy sértettje. Ezt észlelve a másodrendű vádlott a tánctéren oda ment hozzá, hogy eltávolítsa őt a szórakozó helyről. Szóváltás, majd dulakodás alakult ki, melynek során a másodrendű vádlott ököllel, valamint viperával megütötte a sértettet. A dulakodásba bekapcsolódott az elsőrendű vádlott is. A férfiak a sértettet a diszkó főbejáratához vezették, miközben kézzel többször megütötték, viperával fejbevágták. A sértett a bántalmazásoktól eszméletét vesztette, koponyacsont töréseket szenvedett. A kidobók a bántalmazás miatti büntetőjogi felelősségre vonás elkerülése, valamint a szórakozóhely hírnevének megőrzése érdekében úgy döntöttek, hogy az eszméletlen férfit nem hagyják életben, az esetet vonat balesetnek álcázzák. A maga tehetetlen sértettet a közeli vasútvonalhoz vitték, és a sínek közé fektették olyan testhelyzetben, mintha aludna. A vádottak bíztak abban, hogy a vonatgázolás okozta sérülések elfedik a bántalmazások nyomait. A magára hagyott sértettet rövid idő múlva egy menetrend szerinti vonat elgázolta, helyszínen azonnal életét vesztette. Az ítélet nem jogerős, a vádlottak letartóztatását a bíróság fenntartotta.